Tisztában vagyok azzal, hogy amikor az írásokról, a teremtőről, az ő instrukcióiról, a toráról van szó, az nagyon sok embert automatikusan elfordít ezektől a videóktól. Azonban reménykedem abban, sőt tudom a visszajelzések alapján, hogy mégis ebből a sok emberből, akit valamilyen oknál fogva ide a szél, bizonyos mennyiségű ember megérti az üzenetet, és eljut végül is az igazsághoz. A probléma az, szerintem, hogy mindannyian próbálunk egy-egy kérdést megközelíteni valamilyen előzetes vélemény, álláspont, hitrendszer alapján. És ahelyett, hogy nyitottan próbálnánk a tényeket megvizsgálni, az, hogy valójában mit mond a logika, nem az, hogy mit akarnak velünk elhitetni, akkor sokkal jobb eredményt érhetnének el az emberek. Ami elhangzik ezekben a videókban, az az igazság, hiszen ez az, ami összeegyeztethető a teremtő szavával és azzal, amit a világban látunk. Az igazság azonban legtöbbször úgy viselkedik, mint a mennydörgés. Hogyha az emberek vennék a fáradtságot és tanulmányoznák az írásokat, akkor sokkal jobban megérthetnék nem csak a valóságot maguk körül, hanem saját magukat is. Néhány percet hagy vegyek el mindenkitől, és próbáljam megmagyarázni, hogy miért is gondolom azt, hogy a mennydörgés hasonlít az igazsághoz és mindenféle információhoz, amely az igazsággal kapcsolatos. Még annyit, hogy remélem, hogy megbocsát mindenki, még azok is, akik a gömbön élnek, hogy nem egy mennydörgés fényképét raktam ide, de nem találtam az interneten. Szóval a héber kifejezés kol, ami egy kuf és egy lamed karakterből áll, annyit tesz, mint hang, hangadás, szólama, szava valakinek, valamiféle élőlénye. Van egy másik jelentése, ami zúgás, zörgés, dörgés, stb. Valamilyen élettelen dologé. Egy harmadik értelemben is használja az írás, ez pedig hír, egyesek szerint, míg mások szerint könnyelműség, jelentéktelennek tartás. Pontosan ilyen az igazság is. Egy apró embercsoport számára az igazság egy hang, valakinek a szava, egy élőlénytől érkező hangadás, vagy egy szólam. A nagy többség szerint azonban csak zúgás, zörgés, dörgés, vagy valamilyen élettelen dolog zaja. Akiknek értelme van, azoknak ez egy hír, információ, segítség, igazság. A többiek számára azonban csak egy jelentéktelennek tűnő könnyelműség, egy zaj, ami zavaró. Ha már itt tartunk, a KUF, illetve a LAMED karakterek jelentése összeolvasva annyit tesz, mint hogy a fény tanít, vagy a fény vezet. Hiszen a kuf az nem más, mint a nap a horizonton, míg a lamed az egy pásztorbot, amivel a pásztor a birkákat irányítja. Szóval egy kis embercsoport számára, akinek értelme van, aki valóban úgy áll a dolgokhoz, hogy az igazságot keresi, annak ez egy tanítás, egy vezetés. Többiek számára azonban csak egy zaj, egy zörej, egy jelentéktelen dolog, amely csak zavarja az embert. Térjünk azonban rá a következő részre, amiben is Názával fogunk foglalkozni egy kicsit. Nem mondom, hogy a Náza kifejezés vagy rövidítés maga héber eredetű, azonban Mégis érdekes az a véletlen egybeesés, amit hamarosan meg fogok mutatni. Valószínűleg többen hallottak erről, találkoztak ezzel, de mégis úgy gondoltam, hogy lehet, hogy érdemes néhány percet erre szánni. Azok számára, akik már elhagyták az álomvilágot, szerintem ez érdekes lesz, aki pedig még mindig a gömbön él, lehet, hogy valamit tanul belőle és közelebb kerül a. Sötétségből kivezető út végéhez. A kifejezés NASA egyébként egy rövidítés, mégpedig a National Aeronautics and Space Administration kifejezés rövidítése. Magyarul egyébként ezt valamiféle légi és űr hivatalnak lehetne lefordítani, ugye űr azok számára, akik még a gömbön élnek, ez kedves lehet de egyébként én idézőjelbe tenném azt, hogy űr kivata. Szóval kezdjük is el akkor, is vizsgáljuk meg, hogy mit is tudhatunk meg az írásokból a názával, illetve ezzel a kifejezéssel kapcsolatban. Ehhez vissza kell mennünk a történelembe egészen a kezdetekhez, ez pedig az az eset, amit valószínűleg mindenki jól ismer, tekintet nélkül arra, hogy elfogadja ezt igaznak, vagy sem, és minden ezen belül. Ez pedig az a jól ismert történet, amikor a kígyó átveri az első emberpárt, és ez végül is odafajul ez a helyzet, hogy kikerül az ember a teremtő közelségéből és a teremtő személye mellől, és ugye a többi az ismerős mindannyiunk számára. Érdekes az, hogy ez talán a legprimitívebb hazugság az összes közül. Bizony nem haltok meg. Ez volt a kezdetekben, és mind a mai napig ez nem is változott meg, hiszen az emberek túlnyomó többsége, köszönhetően annak egyébként, hogy, hogy azt képzeli, hogy ő egy beszélő majom, és hozzáragadt egy gömbhöz, és a végtelenben kering, és teljesen mindegy, minden. Szóval az emberek túlnyomó többsége még mindig imádja, ezt a hazugságot, és foggal körömmel ragaszkodik ehhez. Legyen az buddhista, hindú, keresztény, de pogány, new age, skita, teljesen mindegy. Mindenki ugyanazt hiszi. Minden mindegy, nincs bűn, mehetünk a saját fejünk után, a végén meg egyek leszünk a nagy egyel. Ebben a hazugságban a föld és ugye a későbbiekben náz a kulcs fontosságú szerepet játszik a gömbföld eltávolítja az emberiséget a teremtőtől, és egy álomvilágba helyezi át azt, ahol minden véletlenszerű, ahol káosz uralkodik, de azért mégis rend van, ahol, ahol gravitációs hullámok és fekete lyukak, és óriás törpék, meg kék, zöld, manók, meg mit tudom én, mik léteznek, és ez egy, ez egy izgalmas világ, ami ugyanakkor félelmetes, és bizonyítja azt, hogy mi mennyire jelentéktelenek vagyunk. Szóval ez az a világ, amiben a legtöbb ember sajnos éli a mindennapjait, és amit mondtam, Náza azáltal, hogy, hogy idézőjelbe téve bizonyítékot szolgáltat a tudatlanok számára erről az egészről, főszerepbe került. És én szerintem nem véletlen az, hogy maga a kifejezés Náza kísértetésen hasonlít a Héber kifejezés Re, amit magyarul úgy fordítanánk le, hogy ámít vagy hazudik. Szóval, hogyha visszaemlékszünk a történetre, akkor azt állítja a kígyó, hogy ehetnek ebből a gyümölcsből, az egy másik kérdés, hogy természetesen ez nem fizikális evés volt, meg egy alma vagy egy körte, de a lényeg nem is ez. A lényeg az, hogy az emberiség ellenszegült a Teremtő utasításának. És ennek az lett az eredménye, hogy bűn jelent meg a világban. A bűn az a parancsolatoknak a megszegése. És én tisztában vagyok azzal, hogy a, a beszélő majom gömb verzióban nincsen bűn olyan értelemben, hogy abszolút mérce nem létezik, hanem mindenki megy a saját feje után, és mindenki eldönti, hogy mi a jó és mi a rossz. Csak azért azonban, mert rengetegen így gondolják, sőt a többség így gondolja, ez nem jelenti azt, hogy így is van. De a lényeg az, hogy miután ez megtörtént, a teremtő felelősségre vonja az emberpárt, és így szól. Ki mondá neked, hogy mezítelen vagy? Avagy talán ettél a páról, melytől tiltottalak, hogy arról egyél? Egyértelmű, tehát, hogy nem, nem arról van szó, hogy evett, valamiről, hiszen ezt mondja, ki mondta neked, hogy mezítelen vagy, talán ettél a fáról, melyről tiltottalak. Szóval a mondás és az evés az gyakorlatilag egynek minősül. Ez egy tanítás, amiről beszél. Más forrásból szerezték az információt, és nem tőle. Ettől szerette volna megóvni. Attól szeretett volna megóvni minket, ami ma megy a világban, hogy mi más forrásból szerezzük az információt. Persze úgy tűnik, hogy civilizálódunk, hogy fejlődik a világ, és hogy képesek vagyunk most már egy képernyőt bámolni 24 órában, 7 nap egy héten, 365 nap egy évben, és mennyit fejlődtünk ahhoz képest, ugye, ami néhány száz vagy ezer évvel ezelőtt volt. De ha szétnéz mindenki a világban, akkor azok, akiknek nyitva van a szeme, és értik a valóságot, és meg tudják különböztetni a dolgokat, illetve látják az összefüggéseket, számukra világos az, hogy az emberiség egy morális, erkölcsi és intellektuális lejtőn halad lefelé, és úgy tűnik, mintha ez a lejtő egyre meredekebb lenne, és elértük azt a fázist, amikor szabad esésben zuhanunk le. És az emberiség túlnyomó többsége gyakorlatilag nem használja az agyát, és eljutott arra a szintre, aminek képzeli magát. Egy beszélő majom formává változott az ember. Ezért veszélyes az, amit az ember képzel, és amit az ember bebeszél magának, hiszen a végén úgy tűnik, hogy mégiscsak valóra vált az, amit a legtöbben gondolnak. De ettől szeretett volna megóvni minket a teremtő, és miután Ádám ugye egyből az asszonyra hárította a felelősséget, így szól a teremtő az asszonynak. Mit cselekedtél? Ugye miután átkerült a labda az asszony tér felére, ő nem késrekedett, és ő is talált egy bűnbakot, és így szól. A kígyó ámított el engem. Úgy, evén. Akkor nézzük meg, hogy mi is ez a szó. Ámított. Amint azt mindenki látja, a kifejezés ámított az nem más, mint nássá. Nun, sin, alef A három karakter jelentése egyébként, hogyha valakit érdekel, a mag élet, folytonosság, ugye ez a nun, a sin pedig ugye elpusztít, vág, nyom, szétnyom valamit, az alef pedig erő, hatalom, vagy maga az atya. Szóval, ha úgy vesszük, akkor ez a szó sá, ez az a mag, mely elpusztítja a vezetőt, vagy a hatalmat. Természetesen nem azt mondom, hogy az ámítással el lehet pusztítani a teremtőt. Sokkal inkább arra gondolok, hogy a vele való viszonyt elpusztította ezáltal, hogy becsapta az emberiséget. Akkor. A jelentése egyébként az elsődleges alapjelentése a szónak nássá, hitelez, kamatra vagy uzsora kamatra ad. Kikényszerít, kicsikar, kizsarol valamit. Úgy, mint a hitelező, a neki járó törlesztő részletet, vagy kölcsönt. Érdekes, már ez a jelentése is a szónak, hogyha, ha valaki szereti ilyen dolgokkal foglalkozni, hiszen az, aki becsapja a másikat, az azzal, hogy az ellenség hazudott, és becsapta az emberiséget, ezáltal generált egy adóságot a teremtő felé. A bűn egy adóságot generál, amiért fizetnie kell valakinek. Így érti azt, hogy kamat, hitel, vagy kikényszerít, kicsikar valamit belőle. De ha visszatérünk a második jelentéséhez, az becsap, megcsap, félrevezet, rávesz, rászed, megtéveszt, ámít. Félrevezettetik, becsapják, megtévesztetik. Ha valakit érdekel, a Gesinius Héber lexikon ugyanezt fogja elárulni, Becsap, megcsap, félrevezet, rávesz, és ennek variációi. Ez tulajdonképpen a szó na sá, ami ugye a náza kifejezéssel egyezik meg a héberben. Összefoglalásul annyit, hogy ez az állítás, ami itt történt, ez egy olyan fajta tanítás, egy olyan fajta információ, ami visszatartott valamit ezáltal generált egy adósságot, egy hiányt. És ez lett az emberiség veszte. Az, hogy nem tudta meg a teljes igazságot. Megtudott részeket az igazságból, de a teljes igazságot nem érthette meg, és ez által, mivel el volt tévedve tudatlanságában, bűnt követett el. Ez a hosszas bevezető egyébként azért kellett, mert szeretnék egy dolgot megmutatni mindenkinek, Különösen azoknak, akik még mindig a gömbön élnek, és azt gondolják, hogy hogy mi az őben keringünk, és on, onnan utazgatunk különböző bolygókra, és elhiszik ezt az egész mesét. Sajnálom, hogy ezt kell mondanom, de hogyha valaki felnőtt ember létére elhiszi azt, hogy egy nőnek a haja így nézne ki súlytalanságban, akkor ott ez valami komoly probléma van azzal az emberrel. Én, én megértem, hogy el kell fogadni mindent, különben ha az ember nem fogad el mindent, akkor ellentmondásba keveredik a saját világnézetével, de azért szerintem mindennek van egy határa, és az embernek igenis meg kell húznia a, a, azt a vonalat, a homokban is azt mondani, hogy azért mindent akár Akármennyire is szeretném, hogy, hogy én, én pörögje forogjak, és egy nap eljöjjön ide majd egy másik bolygóról, egy, egy kis zöld ember, egy repülő tányéron, azért ami sok a sok. Rengeteg nevetséges és szállalmas dolog van, amit, amit láthattunk már az űrrel kapcsolatban és a súlytalansággal kapcsolatban. De ez a hajtéma, Szerintem mindent visz. Hihetetlen. Különösen úgy, hogy ilyen felvételek állnak rendelkezésünkre, ahol egyértelműen kiderül az, hogy hogyan viselkedne a haj az úgynevezett súlytalanság állapotában, akkor, amikor nincsen gravitáció. Miért nem nézik meg az emberek ezeket a felvételeket, és gondolkoznak el azon, hogy miben hisznek? Különösen úgy, hogy ilyen felvételek állnak rendelkezésünkre, ahol egyértelműen kiderül az, hogy hogyan viselkedne a haj az úgynevezett súlytalanság állapotában akkor, amikor nincsen gravitáció. Miért nem nézik meg az emberek ezeket a felvételeket, és gondolkoznak el azon, hogy miben hisznek? Ne vegyes értésnek senki, de hogyan merészel bárki is akármit is mondani arra, aki azt gondolja, hogy, hogy, mi egy, egy zárt rendszerben élünk, ami fölött egy, egy dóm található, és ez, ez sokkal inkább lapos, mint hogy gömbölyű, aki elhiszi azt, hogy így néz ki az ember a haja a súlytalanságban, mikor láthatjuk azt, hogy ugyanazt a hatást el lehet érni hajlakkal, mint ahogy ahogy ők is ezt csinálják. Nyilván más a technológia, sokkal kifinomultabb, sokkal jobb szakemberek dolgoznak ezen, de hát aki ezt nem látja, az, az sajnos vagy nem képes felfogni a valóságot, vagy pedig nem akarja látni, és nehéz eldönteni, hogy melyik a kettő közül a rosszabb. Már korábban is mondtam, és én biztos vagyok ebben, hogy ez így van. Azok az emberek, akik uralják és irányítják ezt a világot, azok röhögnek az emberiségen, azokkal együtt, akik a különböző szinteken benne vannak ebbe, ebben az átverésben. Kétsége ne legyen senkinek afelől, hogy azok, akikre azt gondolják, hogy astronauták az űrben tevékenykednek, azok szerintem. Halára röhögik magukat egy-egy ilyen produkció után, sőt, néha már úgy tűnik, hogy közben is, miközben a világ tátott szája figyeli ezt az egész színjátékot. Igazából szerintem kár is a szót vesztegetni erre az egészre, úgyhogy inkább csak megpróbálok találni valamiféle zenét, hogy mindenki nyugodtan élvezhesse a hátralövő néhány percet és megértse azt, hogy ez nem különbözik attól, mint amit a világon a legtöbb ember elfogad valóságként, attól a színjátéktól, amit mi názának hívunk, és űrkotatásnak, és tulajdonképpen ámulattal figyeli az egész világ ezeket a színészeket. Hasznosnak találtátok a videót, mindenkinek a legjobbakat, Shalom és Hallelujah!